Sziasztok! Sem sokkolni, sem ijesztegetni nem szeretnék senkit, viszont szerintem jó, ha tudjátok, hogy a KSH-i és a különböző gazdasági oldalak elemzései alapján az ingatlanok bérleti díja egyfolytában emelkednek, és ez az emelkedés, az a tendencia nem úgy néz ki, hogy meg fog állni. Átlagosan Budapesten 280 ezer forintot kell fizetetek egy ingatlanért havonta, plusz természetesen a rezsiköltségek, illetve van egy-két olyan vidéki város, Győr, Debrecen, Veszprém, ahol alulról súrolgatjuk a 200 ezer forintot. Ebben a videóban azt fogom elmondani, hogy mit tehetsz ebben a helyzetben, hogy tudsz mégis magadnak olyan lakhatást teremteni, ami adott esetben megfelel neked, hogy nekiállnál az ingatlan hirdetések között böngézni, scrollozni, ülj egy kockás papírra és készíts egy költségvetést. Ebben a költségvetésben csak egy tétel lesz az ingatlan bérleti díja, szerepelnie kell benne a rezsiköltségeknek, utazási költségeknek, illetve azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy fancy környéken egy bevásárlás picivel drágább, mint egy kevésbé felkapott, kevésbé elegáns környezetben. A másik feladat, amit érdemes elvégezned, hogy nézz utána azoknak az állami támogatásoknak, amiket adott esetben igénybe vehetsz, illetve érdemes a munkahelyek között is úgy válogatni, hogyha munkahely miatt költözöl nagyobb város, ezek közül a városok közül valamelyikbe, hogy ki az, aki támogatja a te lakhatási költségedet. Van egy jó pár ilyen, érdemes ilyen szemmel is szelektálni, keresgélni. Budapesten általában az egyetemek, főiskolák épületei a belvárosban vagy a belvároshoz közeli részeken találhatóak, viszont ezeken a környékeken a legmagasabbak a bérleti díjak is. Adott esetben egész komoly összeget tud spórolni akkor, hogyha nem a közvetlen környéken, hanem picivel távolabb, ne adj Isten, egy lakótelepen bérelsz magadnak, magatoknak ingatlant, hiszen a tömegközlekedés nagyon jól megoldott. Lehet, hogy eltöltesz naponta egy órát utazással, viszont ezzel nyertél havonta 50, 60, 70, 80, akár 100 ezer forintot is, ami ugye éves szinten egész komoly összegről beszélünk már. Arra jó szívvel felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy amikor a tulajdonossal tárgyaltok, akkor legyetek vele őszinték, ne tagadjatok le semmit, ha van kutyátok, cicátok, és vinnétek, azt jelezzétek felé, ha cigiznétek bent a lakásban, jelezzétek felé. Mindenképpen fontos, hiszen ők olyan helyzetben vannak most, hogy amikor tesz szerződés szex, ő minden további nélkül mondhatja neked azt, hogy akkor lehet távozni, elteszi a kauciót, és én mivel nagyon nehéz most ingatlan bérelni, borzasztó rossz helyzetbe kerülhettek, tehát azt javaslom, hogy minden csak korrekten, és minden olyan információt adjatok meg a tulajdonosnak, amit ő kérdez, és tényleg őszintén. Az is könnyen előfordulhat, hogy nem lesz pénzed arra, hogy egyedül kibérelj egy ingatlant, a szüleid nem tudnak támogatni, nincs egy olyan anyagi biztonság, egy anyagbázis mögötted, ami ezt lehetővé tenni. Én azt javaslom, hogy alkítsatok ki lakóközösségeket, álljatok össze 3-on, 4-en, 5-en, és úgy béreljetek egy nagyobb lakást, vagy adott esetben talán még házat is. Mi is így kezdtük egy páron a budapesti életünket, annyi pénzünk volt, hogy ha van a lakótelepen, aminek akkor sem volt túl jó híre, most nem tudom milyen híre van, de akkor tényleg a 90-es években ez az egyik legviccesebb lakótelepek közé tartozott. Ott béreltünk egy nagy panellakást, mindenkinek volt saját szobája, nagyon jó kis lakóközösségünk volt. Én erre jó szívvel biztatnálak titeket. Így akár havi 40-50 ezer forintból meg fogod tudni oldani a lakhatásodat, és ha jó lakótársaid vannak, akkor pedig még jól is érezheted magad. Mielőtt egy külkerületben béreltek valahol ingatlan többen, a környéket mindenképpen ismerjétek meg, próbáljátok meg egy picit feltérképezni, és nem érnek hasonló vicces szituációk titeket, mint amiket minket értek a havonna lakótelepen. A videó végén pedig felhívnám arra a figyelmeteket, hogy ne felejtsetek el albérleti szerződést kötni a tulajdonossal. Ebben mindenképpen rögzítsétek a szerződés időtartamát, illetve a bérleti díj összegét is. A következő részben abban fogok neked segítséget adni, hogy hogyan fogod tudni megszerezni azt az ingatlant, amit kinéztél magadnak, hogyan tudsz egy kicsivel a többi albérletkereső elé kerülni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, biztatnálak arra, hogy iratkozz fel, ha tetszett, akkor lájkold,